Jézussal való közössége. Pál apostol a korintusiakhoz írott első leveléből, az első fejezet 9. versével köszöntöm szeretettel a testvéreket, Szent Háromság ünnepe után 9. vasárnapon. Isten sötétségből világosságra hív. Ez az utolsó hét, hogy ezt a mondatot ízlelgetjük az elmúlt vasárnapok sorában, újra és újra előjött ez a gondolat, és a mai napon erre figyelünk, hűség és engedelmesség által Krisztussal közösségben. Hogy hogyan éljük meg ezt a közösséget, erre fogunk figyelni ma a zsidókhoz írt levél szavai alapján. Szomorúan hirdetem a gyülekezetnek, hogy elhunyt Hesz János testvérünk 66 esztendős korában. Hamvasztás utáni temetése csütörtökön volt itt a Bonyhádi temetőben. Most együtt vagyunk a családdal is, hogy imádságban is megemlékezzünk elhunyt szerettünkről. Hirdetem azt, hogy a tegnapi napon mozgalmas volt, kereszterőre és esküvőre is sor került. Tegnap délelőtt megkereszteltük Hevér Anna kistestvérünket, Hevér László és Brunner Beatrix második gyermekét. Isten áldása legyen a kis Annán és a családja életén. Ugyancsak a tegnapi napon Isten áldását kérték házasságukra György Máté és Kulágin Dominika. A házasságot szerző Szent Isten áldja meg ezt a frigyet is. Hirdettem azt is, hogy a mai Isten tiszteletünk úrvacsorai Isten tisztelet, Isten megterített asztala vár bennünket a Krisztussal való közösségben. És végül utolsóként hirdetem, hogy a püspöki tanács a jövő vasárnapra offertóriumot, persejpénzgyűjtést hirdetett a németországi árvizek károsultjainak javára. Ahogy a hírekből is hallottuk, elég nagy károk érték Németország, főleg északi területeit, de Bajorországban is több ponton voltak árvizek. Ha csak Csepnyit is, de szeretnénk a Magyarországi Evangélikus Egyház nevében is kifejezni szolidaritásunkat az ottani károsultakkal. Isten áldása legyen a mostani Isten tiszteletünkön, az Isten tiszteletet 439-es énekkel kezdjük meg, ezt követően a 8-as liturgiához lapozzunk.
Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Segíts meg, Istenem, a te neved által, és hallgass meg imádságomat. Magasztalom a te nevedet, Uram, mert jó vagy, mert kimentettél engem minden jó. Tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, a
aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg azokat az igéket, melyeket egyházunk a mai vasárnapra felolvasásul kijelölt. Megírva találjuk először is az Ószövetségben, Jeremiás próféta könyvében, az első fejezet 4. versétől a 10. verséig, majd a 324-es énekünk 5. versét énekeljük, ezt követően pedig hallgassuk meg az ünnep evangéliumát Lukács evangéliumából, a 16. fejezet első 12 verséből a következő. Szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek. És mielőtt a világba jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban azt mondta nekem. Nem mondta, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és azt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? És ha másért nem voltatok hűek,
ki adja oda nektek azt, ami a tietek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent. Mondjuk el együtt az apostolok hitvallást is. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az ige hirdetése készülve a 395-ös éneket. Thank you.
és szent igét, melyet megírva találunk a zsidókhoz írt levélben, a 3. fejezet 12. versétől a 15. versig a következő. Vigyázzatok, testvéreim! Senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűncsábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdra megtartja. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreink, Szó Jézus Krisztusban. Az előző vasárnapon a szeretet volt a témánk, szeretet által Isten gyermekeivé. És akkor azt gondoltuk végig, hogy a gyülekezet közösségében az embernek hogyan kell tudni elfogadni a másikat, hogyan kell tudni úgy szeretni a másikat, hogy bár ő különbözik tőlem, mégis testvérem. A mai napon egyel tovább lépünk, amely tulajdonképpen a gyülekezet közösségére figyel most is. És egy olyan közösség életébe pillantunk bele, amely a zsidókhoz írt levél gyülekezetét jelent. Nem tudjuk pontosan, melyik ez a gyülekezet. Azt sem tudjuk pontosan, hogy ki írta ezt a levelet. Többen a hagyomány szerint Pál apostolnak tulajdonítják ezeket a sorokat. Mégis a lényeg az, hogy egy olyan közösségnek ír a levél szerzője, amely alapvetően zsidókból lett, keresztényekből áll. Zsidó származásúak, akik megtartották a törvényt, akik megtartották Isten rendelkezéseit, és most a Krisztusban való közösséget igyekeznek megélni. Ám ők sem kerülhetik el azt, hogy bár szeretjük egymást a gyülekezetben, próbáljuk a szeretetet megélni a gyülekezetben, mégis vannak kísértések és vannak problémák. És pontosan ez az, amivel szembenéz ez a közösség. Pontosan ez az, amivel szembenéz az a közösség, amely számára nem ismeretlen az, amikor nehéz időket kell megélni. A levél szerzője pontosan erre utal, amikor a 95. zsoltárt idézi. Ma, ha meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint Meribánál, mint Massza napján a pusztában, ahol megkísértettek engem atyáitok. Próbára tettek, bár látták cselekedeteimet. Amikor Mózes kivezeti népét Egyiptomból, és végre a rabszolgaságból egy olyan helyzetbe kerülnek, mely a szabadságot jelenti, szembe kell nézniük ezekkel a kísértésekkel, próbatételekkel. És amikor szembenéznek, elkezdenek zúgolni. Amikor szembenéznek, elkezdik Isten felé felhánytorgatni azt, hogy miért is vannak ilyen helyzetben. Visszavágynak valamilyen olyan állapotban, amely bizonyos értelemben elviselhető volt pár szolgaságunkat. És azt kell mondjam, hogy ebben a zuggolódásban nem veszik észre azt, hogy ebben a világban ott van egy másik hatalom. Ott van egy másik hatalom, amely pontosan az Istennel való közösségtől akar elszakítani. Akkor, amikor ezek a kísértések, próbatételek jönnek, az ember hajlamos rögtön Istenhez fordulni, számon kérve. Pedig rá kellene jönnünk, hogy pontosan a kísértésben, a próbatételben van leginkább szükségünk az Istennel való közösségre, amelyből erőt meríthetünk, amelyből reménységet meríthetünk, amellyel szembenézhetünk
Az első, amit ezen a mai vasárnapon meg kell értenünk, az az, hogy a gyülekezet közösségében is, az Istennel való kapcsolatomban is igenis van próbatétel, igenis van kísérés. Pontosan azért, mert ez a világ tele van kísértésekkel. Valahogy úgy tudnám elmondani, mint ahogy énekeltük. Krisztus maga mondja ebben a példázatában, hogy én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővessző. Ha a szőlővessző elveszíti a kapcsolatát a tőtől, akkor elkezd elszáradni, gyümölcstelen lesz, és végül meghal. Ha a szőlővessző hatalmas aszályban, vagy éppen mindenféle más kísértésekben, próbatételben megmarad a tőnél, akkor tud onnan új erőt meríteni, akkor ott tud új eleséget, új nedvességet kapni ahhoz, hogy újra tudjon szőlődni. Mert a szőlővessző a szőlőtőből veszi az életerőt. Valami ilyesmi is az, amit megélhetünk kereszténységünkben. Amikor kísértések, próbatételek élnek, így kereshetjük azt, ahonnan ez az életerő jön. Így kereshetjük annak a közösségét, az azzal való közösséget, aki eleve az életet adja nekünk. A másik, amit a levél szerzője számunkra meg akar világítani, az az, hogy nem vagyunk egyedül. Azon a szőlőtövön nem csak mi vagyunk szőlőveszők, hanem vannak más szőlőveszők. És pontosan itt érthetjük meg a gyülekezet közösségének jelentőségét. Most éppen hidasan Isten tiszteleten voltunk együtt, és múlt vasárnap együtt imádkoztunk azért a gyülekezeti tagért, aki kórházba került. Olyan jó volt együtt megélni azt, hogy ma ő újra ott lehetett a gyülekezet közösségében. Mert a gyülekezet közösségének fontos a másik. A szeretet nem csak arról szól, hogy elfogadom a másikat. A szeretet arról szól, hogy fontos nekem a másik. És fontos nekem az, hogy ő is megmaradjon az Istennel való közösségben, a Krisztussal való közösségben. Ezért írja le a levél szerzője ezt, sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartom, hogy a bűncsábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Az a vessző, amely elszakad a tőtől, elkezd megkeményedni. Elkezd, hogy így fogalmazza, élettelenné válni. Az a vessző, amely megmarad a tőnél, és újra képessége van arra, hogy ezt az életerőt magába szívja, újra ki tud zöldülni. Erről a szívről beszél a levél szerzője, amely az Istenhez kapcsolódva meg tud maradni, hogy így fogalmazzak, hús színnek. A levél szerzője negatív formában fogalmazza meg, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel, én pedig pozitív formában mondom el azt, hogy igenis az, aki megmarad az Istennél, azt tud szembenézni próbatételekkel, kísértésekkel. Mert a részesei lettünk Krisztusnak. Ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Aki Krisztusban marad, aki a szőlőtőben marad, aki a gyülekezet közösségéből is megkapja azt az élet erőt, amelyet magunkba szívhatunk, az megmarad a kísértések között. Szeretett testvéreim, a gyülekezet közösségében nem csak egymás elfogadását élhetjük meg, hanem buzdítást, intést. A szeretetnek azokat a jeleit, amelyben a féltő aggódás nem a megítélés, nem a számonkérés, hanem a féltő aggódás szólal meg. És igen,
rádöbbenhetünk arra, hogy a Krisztussal való közösség felemelheti a fejünket. Szeretett testvéreim, egykor Izrael népe zúgolódott, és amikor éheztek, amikor szomjaztak, Isten volt az, aki tulajdonképpen megelégítette őket. Olyan szép séma rajzolódik ki Mózes második könyvében és a későbbi részekben is. Amikor Izrael népe zúgolódik, Mózeshez mennek és Istent vádolják. Mózes mit csinál? Elindul és Istenhez imádkozik. Isten elé viszi az ügyet. És ebből az imádságból születik meg a csoda. Isten megmondja, hogy mit tegyen Mózes, és lesz enniük, és lesz inniük. Amikor ráéreznek arra, hogy Istenre kell bíznom magamat, egyszerűen megnyílik a csodák meglátásáról szem és a szív. Szeretett testvéreim, hűség és engedelmesség által Krisztussal közösségben. Ez a közösség az, ami éltet minket. Ez a közösség, amelyet megélhetünk egy gyülekezetben, az úrvacsorában, a Krisztussal egy közösségben. Ez az, ami megőriztet bennünket hitben, reménységben, szeretetben. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ezt a közösséget éljük meg a maga mélységében. Azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ebből a közösségből merítsünk erőt. A Krisztussal való közösségről. És azt kívánom mindannyiunk számára, hogy kísértések, próbatételek közepette ne szakadjunk el Istentől, hanem kérjük, hogy ő maga teremtsen bennünket újjá. Ő maga tegye a kőszívet hússzívvé. Ő maga vigasztaljon, ő maga bátorítson. Ő maga fordítsa figyelmünket a másik, talán elesett felé. És így lesz Isten népe, Isten dicsérő, és ebben a világban Isten hatalmát és csodáit magasztaló közösség. Így áldjon meg minket az Úr. Amen. Imádkozzunk. Irgalmas Istenünk, ébreszt szívünkben gyermeki bizalmat, hogy kételkedés nélkül forduljunk hozzád kéréseinkkel. Könyörgünk egyházatért, szánd meg népedet és árasz rá szent lelkedet. Menj meg a gonosztól, óvd meg a hitetlenségtől és hatalomvágytól, az irigységtől és a kőktől, a szeretetlenségtől és a pátoskodástól, az anyagi javak imádásától és a hamis rendőrség kísértésétől. Urunk, könyörgünk gyülekezetünkért, ezért a közösségért. Tartsd meg és építsd igéd és a szentségek által. Elevenítsd meg mindnyájunk szívében az irántod és az egymás iránt való szeretetet. Növeld közöttünk az egységet, és add, hogy a testvéri szeretet szüntelenül erősödjön, és mindenkor megmaradjon közöttünk. Könyörgünk ezért a teremtett világért. Ne engedd, hogy amit szépnek és jónak teremtettél, az emberi hatalomvágy és önzés áldozatává váljon. Add, hogy hűséggel gazdálkodjunk javaidat, amelyeket életünk fenntartására és boldogulásunkra ajánlottál. Könyörgünk, gyógyítsd meg a betegeket, és adj enyhülést minden szenvedőnek. Mutasd kiutat az élet gondjaival küzdködőnek. Adj békességet testünknek, lelkünknek, hogy nyugodt és csendes életet éljünk. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik gyülekezetünkben most betegek, otthon maradtak. Kérünk, adj gyógyulást nekik. Adj reménységet lelkünknek, szívünknek. Most meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elvitt
szeretetünkről, Hessiánosról emlékezünk meg imádságunkban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajta keresztül adtál övénk. Köszönjük neked azt, hogy ebben az életben boldog tudod lenni, családjában. Bűnbocsátó irgalmadra fedezzel mindazt, ami emberi gyarlóság volt benne. Cselekedjél vele kegyelmet szerint, és végső napodon támaszd velünk üdvösséget örömmel. A családokkal, a gyászolókkal élesztes atyai szeretetet, végigasztald őket jóságokkal. Mindnyájunkat úgy vezess, szentelkeddel, hogy bölcsékezzünk sok. Akaratod szerint éljünk, egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt, elmondódra. Hallgass meg minket, Urunk, és add, hogy akaratod szerint dicsőséget és embertársaink javára éljünk a Földön. Egykor pedig az üdvözöltek seregével országodban dicsőítsünk téged, szent fiadani Urunk, Jézus Krisztus által. Így kérünk, hallgass meg imádságunkat őrébe. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Most pedig a Jónásra és Uracsorára készülve a 306-os énekünk. 306-os énekünk első versét énekeljük. Az Úrvacsora alatt pedig majd a 13-as liturgiához lapozzuk. Ezek után mindazok, akik élni kívánnak az Úrvacsora szentségével, felállva feleljenek a Jónási kérdésre. Az élő Isten szín előtt kértem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban. Vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Vallod.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánod. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál. Megbocsátottál. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel. Igyekezel. És végül hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed. Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikét megtartjátok, megtartanak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvéreim. Isten megbocsátotta a bűnöteket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljunk Szent Nevét. Méltó és igaz, élő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoltad. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész anyaszent egyházakkal együtt boldogan állunk és magasztalunk téged. És újjongó énekkel hirdetjük a Szent Neved dicsőségét. Amely tértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára.
ezt cselekedjétek, valamennyiszer visszátok az én emlékezetem. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük a mi gyermek. Mert méltó megöletett bárány, hogy ővé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Te felét, és adjon te néked békességet.